Innen fentről támad valaki? Mi a fene? Na. Jaj, meg kéne ízni. Szén, és a szénből pedig. Na te rohadék, halljál meg. Azta! Ott fent volt az izének a tetején. Úristen! Tűnés! Tűnés! Tűnés innen! Baromi gyorsan! Úristen, majdnem meghaltam. Na jó, nem, de ez baromi veszélyes. Aj! Na, legalább az felrobbant végre. És nem a pofámba. Azt a három csaklázik. Mik is van egy keltetőből? Nem, én nekik is van egy keltető? Hogy mi a fene? Hogy ilyen sokan vannak. Vagy csak pont így jött ki. A szerencsétlenségem. Na? Azt a négyen is jönnek egyből. Na, egymást lőjétek szét, úgy jó. Úgy, gyönyörű. Ajj! Robbanó! Brokkoli! Még szerencsé, hogy el tudom megülni tőle. Még szerencsé, hogy van ilyen páncélom. Úristen, hogy milyen sokan vagytok ti átkozott csontrázat. Sőt, ez honnan lőtt engem? Mert csak egy zombi van. Mi a fene? Ez még mindig működik. Jobban ki kéne világítani te környéket. Úgy. Halljál meg. Úgy. Ja, minél több helyen ki kéne világítanom. Az a megoldás. Úgy robbanj fel, szerencsétlen. Még segítette is a bányászásba. Mondjuk nem sokat. Na? Na, talán idelen találok egy kis izét. Kvarcot magamnak. Talán. Jaj! Zombikon kívül. Na? Mi? Jaj! Kis manó! Meg lőnek hátulra a francba! Úristen, milyen baromi sokan vannak ezek a rohadékok! Hajjál meg! Úgy! Ó! Oh, dobott egy... A franc! Hallják! Hallják meg! De ne... Én ne halljak meg közben! Úgy, öljétek meg est! De ne engem! A franc! Ugye meghalok! Tűnés! Kaja! Gyorsan! Hú, ez közel volt. Na most meg kéne gyógyulnom. Nagyon alaposan. Jó. Szén. Fákják. Jó. Na, visszamegyünk. És felvesszük azt a csukát, amit eldobott a manó. Ganasz manó. Hol morogsz? Hol morogsz te szemét? Csak aztán nehogy ide a nyakamba lihegjé nekem. Mert akkor én szájsprayt fújjak a képedbe. Rossz romlott lehelletedre. Az igen, mennyi túlvilági arany. Ez meg mi lehet olyan? Micsoda ez? Uránium érc! Hát ez barom jó. Itt lesz alapom szerintem. Nem? Na, hol lő a csontváz? Hol lő? Hallom, hogy lövöldöz. Ez meg cín szerintem.
Baromira ki kell világítani ezt a helyet, mert eszméletlenül veszélyes így. Hallok megint valakit. Szén. Áj. Kis manó. Na. Úgy. Halljál meg. Jaj, kobold! De még találkoztam veled? Nem ő a mélyért, egyedül. Nem is félsz tőlem. Fejjél már. Na, tudtam én, hogy nem jöttél egyedül? Sejtettem. Ti sosem jöttek egyedül. Csak olyan izé kéne nekem. Kvarc. Ja, mert lehet lemek oda, ahol láttam ezt a sok koboldot. Csak kéne sok-sok-sok fákja. Amihez kéne szén, igazából. Honnan? Onnan? Ott keltető van? Nem. Az nem keltető, az nem tudom, de nem keltető. Ha-ha-ha. Aha. Aha-ha-ha. Aha. Jó, oké. Ó! Halljál meg! Kis rohadék. Jaj! Őt lőjed már! Ne engem! Halljál meg! De miért nem lehet rendesen védekezni, nem értem. Ah, láda, de jó. Koboldok, de rossz! Jó, de legalább én vagyok előnybe, vagy fölénybe. Jaj, kis pók! Honnan lő ez az átfogott csontváz? Tehát minden fentről valahonnan? Na? Mire feljövök, kivilágítom. Jaj! Jaj, jaj, jaj! Onnan lő, látom már. Te rohadék! Elkaplak akkor is. Oh, sok szín, ez kell, ez kell. Úgy, na, és itt kivilágítjuk ezt a sötét lyukat. Mit szólsz, Csonti? Kivilágítottam a sötét lyukat. Semmit se szólsz úgy sem, mert sötét az eszed is. Na most meg felrobbant egy zombilámat. Hát ez frankó. Habár, ki tudja? Lehet más robbanások is vannak itt a zombi lámánkon kívül. Úristen. Még félelmetes belegondolni is. Na mit volt? Hol volt az, ahol az a kis manó eldobta a cipellőjét? Na, hallják! De legalább vannak nyilaim. Ja, jut eszembe. Úgyhogy ki tudnám lőni ezeket távolról. Ap! Na, senki nincs körülöttem? Akkor jó. De pedig hallok zombit. A nyugodt a zombi keltető, de akkor is hallok zombit. És hol lehet? Az idegesít viszont. Ugye ezt nem tudom. Na. Ó, kobold. Szevasz. Te se vagy egyedül, ugye? Na, na, na. Jössz a kis haveroddal, mi? Egyből. Ó, az igen, az kemény lövés volt. Na. Jó. Cuccaiket felszedtem. Szevasz, zombi. Ciao, zombi. Jó volt megismerni téged. Na jó, nem. Itt egy pók is. Pók is anyam van. Na jó, nem. Mi lesz a következő? Na jó, nem Egon. Ajajajaj, csontváz. Zombi láma. Tűnjünk innen.
Na, kilőlek, te rohadék. Azt a mennyi kicsi fók! Jaj, meg itt jön egy manu is. Nem is csoda, hogy ilyen... ilyen izé nevük van. Bírom egyébként ezeknek a manuknak ezt a fájdalmas hangját. Ahogy így... fájlalják az ütéseimet, ezt nagyon bírom. Zene füleimnek. Na, most itt egy kis pók megint. Megint egy zombi. Úristen, folyamatosan csak harcolok, és harcolok, és harcolok, és nem jutok előre. Aj, kicsi pókok. Gyám. Nem igaz. Már annyi fonalat összeszedek komolyan, hogy csinálhatok egy gyapjútömböt. De most meg onnan lő. Ez nem igaz. Komolyan. Megállás nélkül csak harcolok, és harcolok, és harcolok. Annak milyen cipő van? Add ide a cipőd! Ide adtad? Add már ide! Szemét! Megtámad, és akkor még a cipőjét se adja nekem ide. Jaj, meg életem is alig van, most veszem észre. Basszus kulcs. Jó. Na, akkor eszünk. Akármit, de eszünk. Még azt sem néztem meg, mi van abban a ládában. Innen csak gyógyuljak meg, aztán megnézem azt a ládát. Ja, meg közben próbálom kilőni azt a csontvázat, ami még mindig ott van. Nem. Én nem bánom, hogyha nincs ott. Én csak örülök neki. Ja, de még mindig ott van. Hát rohadjál meg. Jó. Most már nincs ott. Úgy. Itt valaki. Képkop. Zavarok. Bele a pofádba zavarok, te kis rohadék. Úgy. Aj, pici pókok! Jaj. Sereghajtók. De milyen kicsi gyengék, csak nagyon sokan vannak és gyorsak. És nem is támadnak minden egyes érintésnél. Az mondjuk frankó. Megkönnyíti a dolgomat. A kardom meg mindjárt széttörik. Nagyon, nagyon remélem, hogy valami jót szól abban a ládában. Ez a megállás nélküli harc. Láda. Fákják, az mondjuk jó. Micsoda. Mágnes. Ezt mire lehet használni? Jaj, jaj, most meg bevégző. Nem igaz. Te jó ég. Elbújjak előle. Bevegző elő el kell bújni. Ezt jegyezzétek meg. Azok elől mindig el kell bújni. Legalábbis, hogyha tudjátok, hogy titeket üldöznek, akkor el kell bújni előlük. Na, láda az üres most már. Csontváz megint van. A koboldokat lőd. Jaj, vagy a pókokat is jó, az is jó nekem. Teljes mértékben megfelel. Úristen, mennyien vannak ezek? Koboldokat lőjétek! Egymást, az is jó. Tökéletesen megfelel. Húgy, koboldokat is. Egymást és koboldokat is. Húgy, nagyszerű. Egymást nyírjátok ki. Én addig eszek valamit. Ez jó részű. Jó a műsor, aha. Még egy pók is csatlakozott. Na, lövöldözzetek egymásra szépen. Zombit is lövétek meg. Nem mondom a zombit! Ne engem, a zombit! Jaj, majd engem. Na, a zombit lőjed. Ne engem, a zombit! Úgy, zombi.
Ne üljétek szét egymást. Kár, hogy csak a izékkel, csontvázakkal lehet ezt megcsinálni, hogy lövik a többieket. Nagy kár. Na, az egyik kitalált vízárokból. Jaj. Gyógyítás, az kell most. Jó a műsor. Az igen. Jaj, hát ezek izé. Ezek csak így csapatostul jönnek, ezek a pici pókok, ahogy így elnézem. Úristen. Tűnés. Jaj. Kell még egy kard, hát nem igaz. Egyszerűen nem haladok. Nem ha... Jó. Szia. Én nem megyek arra. Inkább. Meggondoltam magam. Aha. Á, innen jöttek. Tökéletesen jó ötlet. Egon, menj arra, amerre a szörnyek vannak. Zseniális. Jajajajajaj. Legalább kivilágítom. Nem érdekel. Már ez is előrelépés igazából. Jajajajaj. Két zombi láma is. Te jó ég, egy kisebb sereg üldöz engem. Tűnés. És itt még a napfény se véd meg. Hát mi véd meg engem, hogyha még a napfény se? Jaj. Kicsi fókok. Úgy, egymás lövétek szét. Úgy. Robbans fel többieket. Tökéletes. Na, ne engem lőjetek már. Egymás. Úristen. Baromi veszélyes ez a környék, komolyan baromi veszélyes. Csak kéne nekem olyan kristály. Olyan kvarc. Annyi kéne nekem csupán. Mondjuk lehet, hogy rossz helyen próbálkoztam így első, hogy is mondjam, nekifutásom alkalmából. Rossz helyen próbálok érvényesülni, az lehetséges. Vagy egy kicsit túl nagy fába vágtam a fejszén, ami már el is tört igazából. Annyira nagy fába. Jaj! Az mi volt? Mi a fene? Milyen random robbanások vannak, vagy mi? Tűnés. Zombi. Ja, itt egy izé keltető. Pontosabban még egy keltető. Jaj. Á, tűnés. Minimum ki kell fáklyázni. Oké, tűnés, 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 meg kell gyógyulnom, de nagyon gyorsan. Aj, tűnés. Ezek a csontvázak, ezek végeznek velem, komolyan. Jaj, itt egy zombi. Isten. Jó, ezt sikerült időben ellöknöm magamtól. Te jó végez, komolyan. Emlékszem, túlélő szigeten mindig mondogattam, hogy ez kalandos rész. Nagy figy fené, ez a kalandos Egon, ez a kalandos. Amikor már tényleg mindenhonnan jönnek, mindenhonnan. Na, végre visszaértem.